Tényleg? Na hát. Hát ezt elszúrtam. Nem. Enzimek. Enzimek. Kösz! Oké. Sziasztok srácok, én Dávid vagyok, és innen jelentkezünk még mindig a People Team nyári gyerektáborából, azon belül is a játéktáborból. Pontosan. A Játéksziget-től kaptunk mindenféle minden tudorka kvízjátékokat, és ezeket mutatjuk be Barnussal egy videósorozatban. Most pedig jön az emberi test kvízkérdés sorozat. A szabályok változatlanok. Kérlek, dobj, Barnus, és a dobott számnak 1-3-ig megfelelően fogom felolvasni a könnyű és a haladó kérdéseit. Melyik a leggyakoribb vércsoport? Az A, a B, az AB vagy a nullás? A, B, azt hiszem a legelterjedtebb. Nem talált, az A. A vér mely alkotó elemének, a vérplazmának, a vérlemezkéknek, a vörös vértesteknek vagy a fehér vérsejteknek a hiány okozza a vérszegénységet? Vörös vérsejtek. Vörösvér testek, de igen, alapvetően igazad van. Kérdez, kettes dobtam. Lehetséges-e dúdolni csukott szájjal és befogott orral? Szerintem nem. Mivel kipróbáltad, ezért nem mondtad meg a helyes választ a nem után, hogy miért. Miért? A levegő hanggal terjed és nem jön ki. A legtöbb ember becsukja a szemét tűzszentés közben. Igaz vagy hamis? Igaz. Igen. Témakörünk pedig az emésztőrendszer alkártya. A rágógumi 7 évig marad a gyomorban, ha lenyeled. Igaz vagy hamis? Hamis, mert a gyomorsav előszét marja. Először is hamis, csak pár óráig marad a gyomorban, mint bármilyen más étel. Mikor kezd el dolgozni az emésztőrendszerünk? Mielőtt, miközben vagy miután beleharaptunk az ételbe? Előtt, mert az agyunk érzékeli, hogy enni készülünk, és küldi a jelet a gyomornak. Igen, jó válasz. Pavlov nevéhez köthető a pavlovi reflex kialakítása. Ő ugyanis, amikor ételt mutatott a kutyáinak, akkor megnyomott egy csengőt. Így kialakította bennük azt a reflexet, hogyha csengő hangot hallanak, akkor ételt is fognak látni, ehhez kapcsolódott a szervezetükben a nyáltermelés. Így később, amikor már csak a csengőt nyomta meg, de nem adott hozzá ételt, akkor is beindult a nyáltermelés. A következő anyagok közül melyik szívódik fel a vastagbélben? A zsír, a fehérjék, vagy a víz? A víz. A fehérjék. Igen, Dávid! Helyen. A víz. Tényleg? Na hát. Hát ezt elszúrtam. Milyen emésztőnedvek kiválasztásaért felelős a hasnyálmirigy? Epe, enzimek, gátló szervek vagy lipidek? Lipidek. Az. Akkor ez az enyém, ezt megnyertem. De miért? Mert melyik? Hát lipidek. Nem. Enzimek. Enzimek. Kösz! Oké. Témakörünk a salakanyagok. Az ürülékünk hány százalék a víz? 25, 50 vagy 75? 25. Attól függ. 75% hasmenés esetén még több. Hol tárolódik az ürülék, mielőtt távozik a végbél záróizmain keresztül? A végbélnyílásban, a vastagbélben vagy a végbélben? A végbélben. A végbélben. Jár a pont, tiéd a kártya. Srácok, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, a kártyákat pedig köszönjük szépen a Játéksziget-nek. Ez volt a Minden Tudorka, az emberi test verziója, találkozunk legközelebb is, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kövessetek be Instagramon, vagy lájkoljatok Facebookon. Sziasztok! Sziasztok! A stone kő a súly mértékegysége. Hány kilogramm egy stone? 1000. Ezt meg se kell néznem. Mi történik a súlyunkkal a Mount Everest csúcsán? Nő, csökken vagy nem változik? Csökken. A válasz igaz, csökken. Ez a kártya a tiéd, és ezzel meg is volt az 5 kérdésünk.